Sziasztok! Ma ezt a képünket fogjuk elkészíteni. Behozzuk a színeket, tehát egyszer a hátszín, azt kétszer adjuk hozzá az egyéni színekhez, majd az előszínt, amit egyszer adunk hozzá. Leokéztük, és közben becsukom ezt az ablakot is. Nyitunk egy 900x600-as üres lapot, és elkezdjük szűrök, Muramaister, Clude, beállítjuk a színeinket, tehát előszín, hátszín, na, leokéztük, szűrök, elmosás, Gauss elmosás 50 pixellel, és ezt a réteget most megkettőzzük. Bemenjünk a szűrők Filter Unlimitedbe. Itt kiválasszuk a VM Natural Wave Distortion, és ennek a beállításai 196, 130, 0, 0, 0, 0 és 17 apli. Na most, szűrők, a P-line, Silver Lining, itt rátesszük a grappot 5-5-re, a színeket feltesszük 255-re mind a hármat, és kiválasszuk a Dotti Grindet. Oké. Okay. Na most, a két réteget egyesítjük. Szűrők, újra a Filter Unlimited. Jaj, nem, egyszer a Simplét vegyük, abból a Quick Teal-e, Apply. Most bemenjünk a szűrők Filter Unlimitedbe újból, és innen vesszük az ugyancsak a Simple, és abból a Pizza Slice Mirror. Na, hát ez miért lett ilyen, de mindegy. Apply. Na, jó lett. Na most, szűrők. Looking Galaxy Instant Mirror. És itt kiválasszuk a Vertical Leftet. Oké. Okay. Hát valami, nem tudom, mintha nem olyan lenne, mint a képen. Hát meg is nézzük pedig. Hát ugyanolyan, nem tudom miért tűnt, hogy nem olyan. Ugyanolyan pontosan. Na most, bocsánat, szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük. Behozunk egy réteg új üreset, amit kitöltünk a hátszínnel. A mappában megtaláltok ezt a maszkot, amit behoztok, tehát az lesz a... Hú, vajon mere is van, nekem nincs is meg. Tehát akkor betesszük egyszer a mappába, fájl, mentésbe, maszkok, és mentés, oké. Okay. Na most akkor behozzuk, most már benne van, leokézzük, szűrök, textúra, merített papír egyszer, szűrök, textúra, merített papír még egyszer, adunk neki a beállításokkal egy árnyékot, hát hagyjuk ezt az árnyékot, leokézzük. Árnyék egyesítés, szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük. Réteg egyesít minden réteggel. A maszkot közbe bezárom, és ezt most az egerünkbe bemásoljuk.
kép külső keret, két pixelt adunk az előszínnel. Oké. Kép külső keret, 35 pixelt a hátszínnel. Így. Oké. Ide most berakjuk, beillesszük a képünket, és kézi beállításokkal kézi lesz 0-0, a szélességünk lesz 974, és a magasság 674. Leokéztuk. Kijelölés, összes kijelölés, kijelölés, összehúzás 35, oké, és megnyomjuk a delete-t a billentyűzetünkön. Kijelölés elrejtése, szűrők, elmosás, Gauss elmosás, 50 pixel, leokéztuk. Most bemenjünk a szűrők filter unlimitedbe. Innen kiválasszuk a Krusty FX Volume 1.1.0, és innen a Radial Textures-t. Hagyjuk ezt a beállítást 123.43 és Apply. Szűrők, élesítjük mikrokontraszt 12-vel, és szűrők, textúra, homokkő. Réteg, egyesít minden réteggel. Kijelölés, összes kijelölés, kijelölés, összehúzás 35. Szűrők, leképezés, árnyék, hát 3-3, az átlátsztalanságot 25-re tettem, de tehetjük 50-re szerintem. Tehát 3-3-50, oké. Okay. És még egyszer szűrők, leképezés, árnyék, most pedig mínusz 3 és mínusz 3. És 50. Leokéztuk. Kijelölés elrejtése. Na most a mappából behozzuk a Marize csaját, ezt kimásoljuk, beillesszük új rétegként, szabad átalakítással, hát teszem 80-ra, lehet, hogy kisebb fog kelleni. Ja, még kisebb. Tehát szabad átalakítás, 90 most, elhelyezem, réteg, középréteg, képközépre, így, és réteg méretezéssel azért még méretezek egy kicsit rajta, rögzítés, újra réteg, középréteg, képközépre, így jó lesz. Na most szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítem, és a beállításokkal adok neki egy árnyékot, 5-5, 50%-ra teszem, és a sugarat pedig 25-re, oké, okay. Árnyék egyesítés, és újra a beállítások árnyékolás, mínusz 5, és mínusz 5, oké, okay. És árnyék egyesítés. A mappában, csajt bezárjuk, a mappában találunk egy virágot is, Lutz Krisztinának a virágját, ezt kimásoljuk, beillesszük új rétegként, szabad átalakítással 30%-ra tesszük, és megfogjuk a virágot, ide elhelyezzük, körülbelül így. Tehát azt nézzétek, hogy a levele itt legyen kint már. Látjátok a szaggatott vonalat, hogy hogy van.
szűrök, élesítjük mikrokontraszt 12-vel, és veszem most a radírt, igaz, hogy 15-re tettem, és ami plusz van, én itt kiradírozom, hogy ne zavarjon minket. Na most ezt a réteget megkettőzöm, a vízszintes tükrözéssel átdobom, majd áthozom erre az oldalára, itt is elhelyezem, így, és itt is, ami kiesik a vonalon kívül, azt szépen törlöm. Azt is lehet, hogy ráállítunk a háttérre, kijelölés, összes kijelölés, kijelölés, összehúzás 35, oké. Okay. Visszalépünk a felső rétegre, kijelölés, inverse kijelölés, és megnyomjuk a delete-t a billentyűzeten. Kijelölés, elrejtése, és itt biztos, hogy benn van a kereten beül a virágunk. Na most, következőkben behozom a szignót, kimásolom, ide beillesztem új rétegként, lehelyezem, fényesség, 70%-os átlátsztalansággal, adok neki a beállításokkal egy árnyékot, 1, 1, 100 és 1, árnyék egyesítés, szűrők, élesítem mikrokontraszt 12-vel, és réteg egyesít minden réteggel. Na most a képet méretezem 800 pixelre. Hát ennyi volt a mai leckénk is. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönöm az eddigi elkészített képeiteket, leckéiteket. Szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok!